Sara beavatása. Ne! Már nem akarom ezt. Kérlek! Kérlek, hagyjatok! Engedjetek el! Ne! Ne! Kérlek! Engedjetek el! Ó, ignis sanctitatis! Ó, ignis spiritus laus tibisit! Kérlek! Engedjetek el, nem szólok senkinek, kérlek! A tűz az élet, a tűz az erő. Az igazi vére élteti az örök tüzet. Ne! Ne! De... Mégsem ő az. Ő kell, hogy legyen. Azt mondtad, érzed az erőt. És a jelek? A jelek nem csalhatnak. Nem is csaltak. Miért csináljátok ezt? Hiszen nővérek vagyunk. Így van. De a nővérek is művelnek rémségeket. Nem hagyhatok itt! Ne! Alig várom, hogy lássátok, milyen gyönyörű itt tavasszal. Csodásak az azaleák. Mennyi zöld! Nézd a fákat! Visszhangozz az én Temple Hilli emlékeimet. Bulis csajok, sportolok. Naj, de jó pasik. Ott vannak a stréberek. Buta gazdagok. Buták, de lazák. Buta, de laza gazdagok, az öröknyerők. Anya, nem szabad ennyire előítéletesnek lenni. Ez nem előítélet, drágám. Az tény, hogy mindenki a maga fajtát vonzza. És a kövérlányok valahogy mindig a kappaon meg a deltánál kötnek ki. Szegénykéim, de csúnya. Nem mintha érdekelne, de nem gondolod, hogy valami változott az elmúlt 70 évben, mióta ide jártál? Ezt meg se hallottam. Hű, a kívánságok tényleg teljesülnek. Akkor az enyém is, ugye? Ezt nézzétek! Még én nem tudtam, miért van olyan rossz érzésem. Pi Epsilon Delta. Pi Edi. És ide milyen lányok járnak? Akikkel jobb, ha nem találkoztok. Úgy is mondhatnám, hogy az ő idejük, hála a gondviselésnek, már lejárt. Van! Nézd! Alfa nő gamma. Pont mint a képeken. Ez gyönyörű. Remélem bekerülünk. Szerinted bejuthatunk? Ha hat fejed és farkad lenne, akkor is bejutnál. Akkor különleges lehet. Muszáj ez, Saraji. Igen, képzeld, muszáj. Rengeteg munkámba került, hogy helyet biztosítsak neked ebben a házban. Két képviselőnő, három kormányzó, és legalább 12 nagyvállalat vezérigazgatója lakott ez alatt a fedél alatt. Hidd el, lehetne rosszabb is. Sőt, volt is már. De helyes, pasi. Ahol elmegy? Hát szerre talán olyat is találunk, aki megfelel az elvárásaidnak. Reméljük. Nem lesz okod panaszra, Sara, tökéletes lesz. De egyet mondhatok. Egyáltalán semmi nem változott, amióta én ide jártam. Se hátrányára. Sem előnyére.
Na lányok, ne örüljetek meg, úgy értem, ha minden jól megy, és miért ne menne? Elmehettek innen, és péntekre az alfanűben laktok. És ha mégsem menne jól? Hát, fizetitek a tandíjat. Csodásan fogjátok érezni magatokat. Nekem az volt életem legjobb 4 éve a lányegyletben. Apró betűs rész az anyasághoz. Tudjátok, alig hiszem el, de a végén még hiányozni fogtok. Döglött virág. Szára, próbálj viselkedni. Ha azt akarjátok, hogy bevegyenek, meg kell, hogy szeressenek a lányok. Megértettük egymást? Igen, értjük egymást. Lénci, Istenem, te szép vagy, alig bírlak itt hagyni. Vigyázz a testvéredre. Lányok, mulassatok jól. Azért ne túl jól. Puszi! Mi a baj? Semmi, egyáltalán semmi. Te elhiszed? Végre valahára itt vagyunk. Egész életemben erre vártam. Itt nem ismernek. Újra teremtjük magunkat. Vége a giminek. Boldogok lehetünk. Végre lesznek barátaink. Nekem vannak. Egy. Itt vagy te. Nem. Te sok vagyunk. Az egész más. Kérlek, ne legyünk még 4 évig a Dilis Goodwin lányok. Ez nagy lehetőség. Lehet pasink, és mehetünk lányegyletbe. A legjobbikba. Végre menők lehetünk. Kérlek, ne tedd tönkre nekem. Miért gondolod, hogy... Na jó, nem teszem tönkre. Megígérem, semmi furcsaság. Ez egy új kezdet lesz mindkettőnknek. Köszönöm. Igen, annyira cuki az a pasi. Igen, isteni teste van. Ahogy mondod. Ez valami vicc. Nem az. Klassz, nem? Itt mind együtt leszünk. Igen, már csak Linda Blair hiányzik, meg egy seprű. Az uncsitesom szerint, ha csak egy pattanásod van, vagy le van pattogva a körömlakkot, kizárnak már az előszavazás előtt. Az egyletválasztásnál. Tudom, egész jól értek csicsa-cica nyelven. Vita vagyok. Szeretem. Hát San Franciscóba jár, azt mondta, ott figyeljek, viszont úgy mikor volt, mentek hogy... át. Talán mehetnénk együtt. Te is indulsz? Bocs, nem bántásnak szántam, csak biztos nem ugyanabba az egyletbe pályázunk. Igen, biztos te is hallottad, hogy a jobb egyletek nem vesznek be akárkit. Én alfanőörökös vagyok, és anyám az öreg diákbizottság elnöke. Na ne! Hát, mi is oda pályázunk, szóval, ha akarjátok, mehetünk együtt. Megsértetted a barátnőmet. A barátnőd? Igen. Via. Vita. Mindegy. Kérj bocsánatot. Figyelj, Vita. Remélem, hogy... Szóval, mi csak vicceltünk az előbb, érted? Ne haragudj. Add neki a sampont. Mi? Hallottad? Add oda. Köszi. Jó, megbocsátunk. Borzalmas tudod, vagy. Tudod, nem élet célom bevágódni a Barbie-knál. Te leszel az új kedvenc szuperhősöm. Bár Braddel nagyon cuki páros voltunk, és azt hitték, összeházasodunk, szakítottam vele. Mert A. nem voltam igazán szerelmes belé. És B. tudtam, hogy hosszú távon nem működne. Hogy hangzik? Gyanúsan. Nem is ismertél Braddet. De ismerhetnék. Ha nem élennék a tesód. Nem ezt mondtam, nem úgy gondoltam. Csak gondoltam, ha már új életet kezdek valamit a régivel is. Hát... Annál biztosan jobban hangzik, mint hogy kicsaptak, megvertek és leköptek. És vissza akar kapni? Hát persze, ez a legjobb a képzeletbeli pasikban. Hogy hűségesek. Lindsay! Hatalmas mellek nőnek ki a melltartódból. Hát jobban áll, ha egy kicsit kitömöm.
Kicsit? Este jól kell kinéznem. Miért? Leszbiházba pályázunk? Így nem mehetsz utcára. Miért nem? Mert A. muszáj gúnyolodnom, és B. az az én zokném, nem? Szála! Csak vissza! Na gyerünk, ha csak Szála! Vissza! Szia! Szia! Na hát, milyen különös? Éppen egy zoknit akartam kölcsönkérni tőletek. Utálok. A nevem Finn. Majd elfelejtettem. A második emelet mindenese vagyok. A lifttől a csoki automatáig az én területem. Mondanom sem kell, hogy a szüleim nagyon büszkék rám. Szára vagyok. Ő a nővérem, aki többé nem áll szóba velem, Lindsay. Ikrek vagytok, ugye? Nem, mintha ez bármit is számítana, csak mondták, hogy ikerlányok jönnek, és... ti amúgy gyakran birkóztok? Mit is akartál amúgy? Semmit, de azért jöttem át, hogy köszönjek, és megmondjam, hogy a szobám itt van szemben az udvarban, és bármikor szívesen látlak titeket. Ezt nem tolakodásnak vagy szexuális célzásnak szántam. Gyakorold még. És még ezt is hoztam. Az én szobámba dobták be, amely, mint már mondtam, itt van, éppen szemközt. Egy meghívó. Hogy pályázunk a Pi-Epsilon Deltába. Az az ijesztő ház. Te jó ég, miért küldtek nekünk ilyet? Ez hagyomány. Az az egyik legrégebb és legformálisabb ház az egyetemen. Meghívásos alapon működik. Ez már különleges. Eszedbe ne jusson. Ha megyünk valahová, az az alfanő. És kik kapnak ilyet? Nem tudom. Sose találkoztam még olyannal, akit meghívtak oda. Ezek szerint valami rendkívüli lehet bennetek. Mondhatjuk úgy. Még találkozunk. Gyertek más ilyesek! Jó lesz! Temple Hill a feminizmus végső nyughelye. Csett legyen! Várj! Legyen egy egyezményes jelünk, ha valamelyikünk menni akar, diszkrét jel, mondjuk a... Te rosszabb vagy, mint anya. Nem ismered őket, de ítélkezel. Ők nem ezt fogják tenni velünk? De ez a dolguk. Tudod, hogy ez mekkora butaságnak hangzott? Igen, de most már csend legyen. Lindsay és Sarah Goodwin. Hello, üdv az Alpha Nu-nél. Vegyetek egyet. Hű, itt mindenki modell akar. Esküszöm, lefoglak és szálanként tépem ki a szemöldököt. Jógi, a következő két órában kedves leszek, vicces és elbűvölő. Megígérem. Hello! Hello! Üdv az Alpha Nu Gammánál, elragadóak vagytok. Húig, ne is mondj, testvérek! Annyira, Ari! Nagyon izgatottak vagyunk, hogy itt vagytok, és megértjük, ha nagyon izgultok, mert... Igen! Annyira! Az életetek legfontosabb estéje. Bizony. Szóval a lényeg, ne feledjétek! El ne szúrjatok semmit, mert egész idő alatt figyelünk, oké? Ez nem fog menni. Csak viccel. Nyugi, nincs semmi rész. Látod, nem vicces. Abba kellene hagynotok. Kizárt, ez a bolond próba. Aki komolyan beveszi, az kiesett. És van, aki bevette? Azok ketten ott. Úristen, mi is Shelley ruháját? Fartelmes a színe. Hello, ez mi vagyok. Sarah, Lindsay, Trina Goodwin az anyukátok? Igen. Ismered? Persze, imádom Trinát, nagyon jó fej. Mégsem ismered. Hát ő vette az új konyhabútor, vagy inkább a negyedik férje vette, de... Hű, de szépek a karkötőid, hol lehet? Köszi. Évek alatt gyűjtögettem össze őket. Én most szakítottam a barátommal. Brednek hívták. Ez borzasztó. Nem vészes. Igazából nem is volt szerelmes. Állítsd le magad. Adj neki kis puncsot. Köszi. Jaj, lányok, bocsi, csak nehéz mindenkivel lépést tartani, ugye? Na jó, a buli, és ti most érettségiztetek, és hová jártatok, mondjátok el? Atya ég, annyira cuki ez. Úristen, nem mondod? Hogy etted? Hát nem utálhatok, kócos lesz, ne beszéltél. Annyira rossz.
Annyira jól érzem magam itt. Én is. Mehetünk már. Persze. Tényleg? Szeretlek. Ügyes voltál ma. Köszönöm. Hozom a jackidet és kint megvárlak. Jól van. Sietek. Sarah, várj! Még bemutatlak Corinnak. Ő a mi házelnökünk. Te vagy az, akiről annyit hallottam már. Őszintén remélem, hogy a nővéreim gondoskodtak. Mi történt? Nem esett bajod? Nagyon sajnálom. Ne! Ne butáskodj, nem a te hibád. Az mit csináltál? Semmit. Most mennem kell. Várj, ne! Nem kell, hogy elmenj. Bocs, ne haragudj a ruhád miatt. Jó, hogy találkoztunk. Várj, nem kell, hogy... Sarah, várj! Még mindig kételkedsz? Egy kicsit. Mi van, ha nem akar felesküdni? Az alfa nő vagyunk. Mikor utasítottak minket vissza? Sarah! Hagyd már békén! Sarah, várj! Sarah! Ne jöjj hozzám! De hát mi bajod van? Nem tudom, Lindsay. Nem tudom, mi bajom van, és nagyjából ez a bajom. Megbeszéltük, hogy most másképp lesz. Ez volt az esélyem. Megígérted? Te azt hiszed, szándékos volt? El se akartam menni. Á, szóval odarángattalak, ezért úgy döntöttél, hogy lejáratsz mindenki előtt. Úgy döntöttem. Nem én döntöttem el. Ha tehetném, arról döntenék, hogy legyek normális. Sarah. Mondd meg, mit tegyek. Menjek vissza és mondjam meg, hogy valami gáz van velem. És ne téged büntessenek meg. Mert oda megyek, már is indulok. Utálom, ha ilyeneket mondasz. Tudod, hogy nem igaz. De igaz. Mindig is igaz volt. Sajnálom. Azt, hogy gáz van velem, vagy hogy bunkó voltál? És is. Ez így fér. Te se haragudj. És hogy érezted magad? Még mielőtt felrobbant a pohár és ordítva elrohantál. Őszintén, bírtam őket. Hogy lehet ez? Ha megnyugtad, biztos volt valami a puncsban. Én is bírtam őket. Sarah, bár oda tartoznék. Lindsay! Jaj, valami elkapott. Dehogy kapott el, az csak egy gyökér. Ne, áú, nagyon fáj. Lehet, hogy eltört. Eltört? Kérdezzük meg, telefonálhatunk-e. Gyere! Ne, az a piedé. Nem megyek oda. Már ki is jöttek értünk. Csak nincs valami baj. Megsérültél? Segítenétek, a nővérem elesett. Persze. Na gyere. Csak gyere. Bemegyünk, és gyorsan telefonálunk. Gyere, támaszkodj rám. Gyere. El tudjuk látni oda bent. Lehet, hogy eltört. Megmondtam. Biztos, hogy nem lesz semmi baj. Gondolod? Mekkora a lába lépett? Biztos, hogy valami komoly baj. A dédanyám. Azt mondják, hasonlítunk, de én nem nagyon látom.
Eugenia Hunter. Sarah Goodwin. A dédanyja az első csapatban volt? Nem, ő alapította az egyletet. A PED a második legrégebbi ház az egyetemen. Melyik az első? Az alfa nő. A kezdetek óta harcban állunk. Féltünk is, hogy nem fogtok eljönni. Persze, a meghívás. Köszönjük szépen. Hamarabb jöttünk volna, de későn érkeztünk, és ki kellett pakolnunk. Mielőtt vagy miután elmentetek az alfa nőhöz? Még rajtad van a névcetli. Azt hiszem, előállhattam volna jobb mesével is. Igazán nem tartozik rám, de mint mondtam, meglehetősen régóta rivalizál a két ház. Ne vegye rossz néven, de ők állnak jobban. Mi nem a létszámra hajtunk. Ma, hogy jönnek tucat számra, más években senki sem. Attól függ, megtaláljuk-e a keresett tulajdonságokat. Miért? Mit keresnek? Lássuk csak, mi a helyzet a bokáddal? Ne félj, nem harapok. Hogy lehetséges ez? Van, hogy valami nem az, aminek látszik. Biztos vissza tudsz menni a kollégiumba? Jól vagyok. Helyes. Tényleg. Jó ég. Miért küldött nekünk meghívót? Sejtettem, hogy megkérdezed. Édesanyátok jó barátnőm volt. Jó éjt. Menjünk. Ez para. Kizárt, hogy jóban voltak anyával. Visszahívtak! Nem vagyok. Alfanős leszek. Na, ugye? Na, bontsd ki. Alfanő és PED. Tudod, az mit jelent? Patkány, elefánt, dögök. Ki hívja őket így? Nem tudom. Mindenki. Most már mi? Figyelj, azt hiszem, a lány egylet dolog nem nekem való. Miről beszélsz, Sarah? Ha te be akarsz állni, szerintem tedd meg. Nem, már megbeszéltük. Megegyeztünk. Tudod, hogy közösen csináljuk végig. És ha én kútba ugrok? Igen, én is kútba ugranék. A garázstetőről is leugrottam, mert azt mondtad, igaz? Igen, és három helyen eltört a lábad. Nem töröd el semmidet. Jó, álljunk be! Diszkrét. Ez igen. Hölgyeim? Te jóságos ég! Úgy látom, a görög isten itt nem veszélyeztetett faj. Tökéletes. El tudod képzelni? Nem. Mármit nekem? Ismétlem, nem. Miért nem? Nem, Lindsay. A te elvárásaiddal... Figyelj, dobom! Legyen nagyobb rálátásod. Megvan! Hosszú! Mert... Szép volt! De milyennek hívják? Gamma alfa deltás. Helyes. Szóljak az érdekedben? Megtennéd? Persze, ez a jó nővér dolga. Egyébként gratulálok. Mind nagyon izgatottak vagyunk. Szempilla! Sziasztok! Nem engedte, hogy kívánj. Semmi baj. Már megvan mindenem. Esküszöm, ha most arra fakadsz, leütlek. Mennem kell. Szia! Európai miszticizmus. Lenyűgöző. A bevezetés a pszichóba kimarad. Ez érdekesebb. És hogy halad a szociális beilleszkedés? Bekerültem, alfa nő. Fantasztikus. Gondolod? Abszolút.
Tényleg? Nem gondoltam volna rólad, hogy a görög rendszer híve vagy. Nos, igaziból nem vagyok, csak elvileg nem szabad elhívnom téged randira, ha a kollégiumban laksz. Szóval randira hívsz? Jó reggelt, Sara. Jó reggelt mindenkinek. Ez az európai miszticizmus, Dr. Hunter vagyok. Nyissák ki a füzetet. Az őskori barlangrajzok értelmezésétől függően bizonyított tény, hogy az ember több mint 30 ezer éve foglalkozik az okkultizmussal. Meg tudná valaki mondani, mit jelent az okkult szó? Igen, boszorkányok, ördögök, a sötét oldal... Nem. Azt jelenti, hogy rejtett. Ismeretlen. Ezt nem tudtam. Olyasmi, amit nem értünk. De a világ tele van körülöttünk olyan dolgokkal, amiket nem értünk. És ha az ember valamit nem ért, attól gyakran fél is. Sőt, mi több, szégyel is. Nem értesz egyet, Sara? Kérem, másolják le mindezt a füzetükbe. Igazán nincs mit szégyelned, Sara. Fiatal vagy. Tele vagy erővel. És csodálatos adottságokkal. Ne félj, ők mindezt nem hallják. Szegénykém, állandó félelemben élsz. Félsz, hogy kárt teszel magadban, vagy a szeretteidben. Ez nem igaz. Megmutatom, hogyan irányítsd, hogy használd, és hogy szerezd meg méltó helyed a világban. Nem értem, miről beszél. Akkor javaslom, hogy figyelj oda jobban. Mert az életed múlik rajta. Hello! Na hát, feszültnek tűnsz ahhoz képest, hogy a legjobb egylet vár téged. Segíthetek valamiben? Miért anyáskodtok felettem? Nem kell segítség, meg vagyok. Ha csak azért csinálod ezt, mert az anyám adott egy csomó pénzt, én... Úgy érzem, nem lehetett valami nagy búcsú bulid otthon. Szeretnék a barátnőd lenni. Nem is ismersz. Már nem is tudom, hogy akarlak-e. Sajnálom, de nem tudom. Csak nagyon furcsa napom volt. Sok minden történt. Nincs kedvem együtt lógni... Sikongatóbb, de képzelt Barbikkal? Te mondtad, bár ugyanerre gondoltam. Most nem vágyom rá, hogy csajokkal lógjak. Pedig szerintem pont arra van szükséged. Jó tudni, hogy van, aki melletted áll. Tudod, hogy tényleg okkal szólítjuk nővérnek egymást? Igen, de már van nővérem. Ha-ho, Goodwin, mi történt veled? Egyik percben ott vagy, a következőben nem. Mi a baj? Túl gyors vagyok neked. Nagyon remélem. Csevegnék még, de 2 másodperc múlva tanítanom kell. A szegények nem pihennek, de majd gyere át, megmutatom a jegyzeteimet. De ezt sem szexuális célzásnak szántad. Én meg még azt hittem, egy pasi miatt búsulsz. Alig ismerem. Nem. Ez ellen feltétlenül tény valamit. Aranyos, és olyan elszántan próbálhatni rád, mint egy kiskutya a kirakatban. Azt hiszem, eléggé bejön. Igen, szerintem az eléggénél jobban. Ugye? Egy jó barát és egy szerelmes pasi. Nem is rossz az élet. Figyelj, péntek este lesz a beavatás, utána csapunk egy hatalmas bulit. Szerintem hívd el. Persze, csak ha túléled a pokoli hetet. Az mi? Nem olyan vészes, mint ahogy hangzik. Vagyis nekem nem az. Neked szívás lesz. De nem kell félni. Szinte biztos, hogy a beavatáson találkozunk. Tudom, hogy a Kappa Omega Delta nem éppen a legjobb ház, de ez van. Vagy ők, vagy a Piedi. Tudod, hogy hívják őket, ugye? Te pályáztál a Piedébe? Ja, igen. Mindent megpályáztam. De ha a Piedébe megyek, te meg az Alfa Nőbe nem beszélhetünk. Van valamilyen szabály. Hát, ha engem kérdezel... De nem kérdezett. Úgy tudtam, a Piedé meghívásos. Ez így is van. Ezért menő. Dr. Hunter szerint látó vagyok. Flúgos.
Nem te, Dr. Hunter. És az vagy? Mi? Látó vagy? Nem tudom, de tudok dolgokat emberekről, mielőtt találkoznánk. Fura, hogy ő ezt tudta. Biztos ő is látó. Azt viszont tudtam volna. Nem megyünk le az ebédlőbe? Van maradék süti. Köszönöm. Megyek Finnhez elkérni a jegyzeteit. Nem adod le azt a tárgyat? De igen. Pillanat! A focisták a folyosó túlsó végén laknak, ha őket keresed. Talán nem emlékszel rám? Találkoztunk ma, Sarah-val voltam. Corin vagyok. Ó, igen, igen, tudom, hogy ki vagy, hiszen mindenki tudja, hogy ki vagy. Én csak azt nem értem, mit keresel az ajtóm előtt. Kérlek, tedd egyértelművé. Jó, azt hiszem, őszinte leszek. Tudod, ma este a lányegyleti házban játszottunk a csajokkal. Bevállalóst. Pucéran? Bocs, csak hogy mindent értsek. Folytassak. A feladatom, hogy bemutatkozzak a legszexibb pasinak, akit nem ismerek. Szia. Szia. Ó, nekem! Tényleg? Na és... ennyi. Hát, nem éppen. A feladat kettős. Úgyhogy... lehet, hogy lesz még egy-két dolog. Hű. Finn, a jegyzetekért jöttem. Jaj. Ó, ó, nem, nem. Ez... ó, szia, Sarah. Ne, ne, Sarah! Sarah! Várj! Oh. Remélem, ez nem kerül majd az állásomba. Hölgyeim! Á, tényleg, de jó, hogy látlak. Most jutott eszembe rólatok, hogy ki kell vinni a szemetet. Ráomolhatna egy ház az öreg lányra. Á, nehogy, hogy így felbosszantson. A pénteki után nem kell lakodnunk miatta. Figyelted, hogy gyöngyöt hord? Nézd, biztos szól az érdekedben. Talán még le is vetkőzik hozzá. Ne csináld. Kérlek. Biztos van valami oka. Lindsay, kinek az oldalán állsz? Te oldaladon. De talán csak vicc volt, vagy a pokoli hét része, mondjuk csak egy hűségpróba. És ha ők ismerik egymást, és te kavartál be, erre gondoltál? Nem érdekel, miért tette. Ha szerinte ezt jelenti a testvériség. Sarah! Sajnálom, nem akartam. Sarah! Azt hiszem, nem hozzánk jön. Azt mondta, segít! Szeretném, ha ez elmúlna végre! Rendben van, de nem várhatna az óra végéig. Nem. Vesse be a táblát. Kérem, másolják le, amit a táblán látnak. Szóval mi vagyok én? Mi van velem? Miért vagyok ilyen fura? Tényleg azt akarod, hogy elmondja? Igen, kérem, mondja el. Tudnom kell, hogy létezik-e valami tudományos magyarázat. Tehát? Nem az vagyok, akinek hisz. Én nem vagyok... a boszorkány? Nem vagyok az. Jó.
Nevezd magad, ahogy csak akarod. Én a mágust szeretem. Ebből persze kiderül, hogy milyen öreg vagyok. De azt már nem tagadhatod, hogy kiválasztott vagy. Az erőd... Ne mondja ezt! Nincs semmiféle erőm! Figyelj! Nincs időnk nyilvánvaló dolgokról vitatkozni. Hidd el, Sarah, sokkal könnyebb elfogadni az adottságaidat, mint küzdeni ellenük. Jól van. Akkor ezt elrendeztük. Nem. Nem rendeztük el. Nincs lezárva. Milyen igaz? Itt harc folyik, Sarah, és most már döntened kell, melyik oldalra állsz. A maguk és az alfa nő közti dologban. Ez a dolog, ahogy nevezted, már az idők kezdete óta zajlik. Hol ilyen, hol olyan helyszínen. Várjon, az alfa nő... Besztáknak nevezik magukat. Mint a szüzek. Tudom, mindenki ugyanígy reagál. Pedig ez megtisztelő cím. Tudod, Sarah, az életben mindenhol van jó és gonosz fény és sötétség, egyensúly és ellensúly. A mi erőnk a földből való, és bennünk él. Az övék szerzett. Átkokkal és mérgekkel tettek szert rá, de ennek ára van. Folyton csodálni kell és táplálni, működtetni és fenntartani. Cukrot? De nem gondozták megfelelően a lángot, az erejük igazi forrását. Önelégültek lettek és szörnyen kabzsik. Felélték az erejüket, amikor őrizniük kellett volna és türelmesen várni. Olyan biztosak voltak benne, hogy ez igazi bármikor besétálhat az ajtajukon, hogy ez talán érthető is. Az igazi? Időnként születik valaki, akiben annyi erő, energia, életerő van, hogy befolyásolja az erőegyensúlyt. Őt hívják igazinak. Nem, az nem lehet. Nem hihetik, hogy én vagyok az igazi. Vagyis most lögtem le azt a libát a hídról, ez biztos sokat mond. Így igaz, Sarah. Ha a láng kihúny, végük bármire képesek. Kecskéknek és szűzeknek nem ajánlatos mostanában a környékükre menni. Harc nélkül nem mondanak le rólad. Azt mondta, választhatok. Ha a piédéhez jössz, nem lesz baj. Akkor az is lehet, hogy képesek leszünk végleg eltörölni őket. És ha az alfa nőhöz megyek és megadom magam? Akkor pénteken véged van. Az erő a véredben van. És csak egy módon szerezhetik meg, ha lecsapolják tőled. Sarah, nem tagnak kell lesz nekik, hanem áldozatnak szánnak téged. Anya első dolga volt, mikor idehozott minket, hogy óva intett attól a háztól. Nem lehet, hogy oka volt rá... Mondjuk, tudom is én, hogy őrültek. Igen, tudom, hogy őrültség, de ugyanakkor van értelme. Ki szerint van értelme? Szerintem. Ja, jó. Mert tudod, csak az számít. Azt jelenti, hogy van valami oka, hogy ilyen vagyok. Hogy miért egy szívás az életem? Lindsay! Ez lett volna az esélyem. Csak egyetlen esélyt kértem. Hogy bekerüljek egy lányegyletbe. Túl nagy kérés. Atyaék, te nem is figyeltél rám? Sajnálom, de nem rólad van szó. Sose rólam van szó. 18 év alatt sose volt rólam szó. Hogy is lehetne a nővérem a valódi? Igazi. Tök mindegy. De ez... Nem is tudom, féltékeny vagy? Vagy félsz valamitől? Félsz, hogy egyszer talán lesz saját életem és elhagylak? Miért? Miért van az, hogy ahányszor megérzed, hogy boldog lehetnék, tönkreteszed? Ez nem igaz, én sose ártottam neked. Én nem bántanálak téged. De más se csinálsz. Amióta megszülettünk, mintha én nem is lennék. Mindig minden rólad szól, téged tutulgatni, neked segíteni, fel ne bosszantj Sarah-t, vigyázz Sarah-ra, hol van Sarah, ne hagyd, hogy Sarah elkódorogjon, ne hagyd egyedül Sarah-t, ne hagyd, hogy megint meg akarja ölni magát. Mindent tönkretettél. De
lenyúzott az arcod. Kopogni nem szoktál? Mást ezért már kibeleznék. Veszekednek. Megmondtam. De fogytán az időnk. Ha nem áldozzuk fel a lányt pénteken, akár mindent elveszíthetünk. Nem vágysz a pokol mély bugyraiba, mi? Furcsálom, mert szerintem ott otthon éreznéd magad. Hogy lehetsz ilyen higgadt? Jogázom. Ó, és az is segít, hogy nincs lelkem. Az igazság kése. Csak az igazi húsát vágja meg. Nem vesszük hasznát. Látom, még működik. Nem jön önszántából, Karin. És a vére semmit sem ér, ha előtte nem avattuk be. Mindeddig az igazira vártunk. Most már nem várhatunk tovább. És kell az ereje. Köszönöm, Ezmi. De nem most járulok először az áldozati oltárhoz. Átesik a beavatáson. A testvére elintézi. És hogy veszed rá a testvérét, hogy segítsen? Könnyen. Csak kívánnom kell. Szia! Szia! Bocsász, nem láttalak. Hogy megizzadtál? Ez tetszik. Oké, ez jó is lesz. Hé, hey, várj! Várj! Várj csak! Ez meg mi volt? Ó, semmi, csak egy kis semmiség, amit kavartam. Nem kérsz? Köszönöm. Biztos? Figyelj! Mit csinálsz később, mert ha nyitva hagynád az ablakot... Nem tiltja ezt a szabályzat? Nem szokott zavarni, ha meg kell szegni. Akkor átjössz úgy 11 körül? Ja, persze, felőlem. Jó fiú. Szia! Csak nem menni készülsz. De... Damien vagyok. Lindsay. Kicsit erős lett, nem? A koffein miatt van. Mindig felborítja az arányokat. Van valami a blúzomon? Nem, szemfelszedés, bocs. Szóval te alfanős vagy, ugye? Nem. Mégsem úgy jött össze. Nem nagy dolog, tudod, amúgy én gammatéta deltás vagyok, és mi alfanősökkel járunk. Volna kedved találkozni velem? Mondj igent! Jó, oké. Te milyen a csúnya Lindsay-vel? Te szemét. Mi van? Ne, sajnálom, többet nem nézek le. De Lindsay! 5 perce bármit megadtam volna, hogy közétek tartozzak. Mi is ezt szeretnénk. És ha azt hiszitek, hogy ha a majmotok előadja, hogy jó nő vagyok, azzal meggyőztök. Hogy lehetséges ez? Mi az egészségre esküszünk. Hiszen mire jó a belső szépség, ha senki más nem látja? Minden, amit Sarah mondott, igaz. Ne sértődj meg, de kétlem, hogy Sarah igazat mondana. Meg kell nézni a forrást. Tudod, az emberek irigyek a magunk fajta lányokra, gonosz dolgokat mondanak. Ez elég szánalmas. Amint megpillantottalak, tudtam, hogy az alfa nőben a helyed. De Sarah, neki ehhez semmi köze. Mi téged akarunk. Ő nem jelent nekünk semmit. És nagyon megbántasz, ha nemet mondasz. Kérlek, gondold meg. Igazán jól nézel ki. Thank you.
tedd meg, amit meg kell tenned. Szia! Linz, nagyon sajnálom. Mész valahová? Te is jössz. Ez valahogy nincs rendjén. Minél előbb elmegyünk. Újra hívtak. Kicsoda hív? Az alfa nő. Hogy válasszam őket? És amikor ezt mondták, ordítva elrohantál, kereszteket és fokhagymákat dobáltál, igaz? Valahogy úgy. Fogd a holmid. Tényleg el kell mennünk. Én már bepakoltam a holmimat. Eszköz vagy, engem akarnak. Ez most nem rólad szól, Sarah. Senki nem akar elkapni, komolyan. Nincs erre időnk. Szedd a cuccod és menjünk. Állj! Nem kényszeríthetsz, hogy menjek. Leszketek. Nem én csináltam. Nem én voltam, nem én tettem. Nyisd ki a ajtót, Sarah. Sarah! Sarah, mit műveltél? Vigyázz! Ne! Valaki segítsen! Segíts, Sarah, kérlek! Oltani. Segítség! Valaki segítsen! Sarah, kérlek! Állíts meg! Próbálom! Próbálom! Sarah! Sarah, csinálj valamit! Kérlek! Állíts meg! Gyerünk! Itt vannak már a tűzoltók! Kérem! Második oradat valamit! Jöjjenek le! Lindsay, kérlek! Ne csináld! Viszlát, Sarah! Kettes kéz! Tényleg ez a törzs közönök! Hozzatok ő! Lindsay! Megvan! Oké, ti ketten oda! Értettem! Megyetek fel az emeletre is! Van még fel valami sok? Jártam felétek. Mindössze ennyit találtam. Mielőtt még kötelezően kilakoltattak volna és lakhatatlanná nyilvánították volna a házat a füst miatt. De a jó hír, bárcsak pénteken avatnak be, Dr. Hunter már is befogadott. Kedves tőle, tekintve, hogy most nincs hol laknom. Az első fele volt a jó hír, a második inkább csak tény megállapítás. Nem, ez jó hír. Örülök, hogy együtt leszünk. Tudsz keríteni nekem valami ruhát? Megfüstölöttem. Feladat? Nagyszerű. Már is jövök. Ősztípus vagy, ugye? Mindegy, kitalálom. Na? Most mit gondolsz? Mintha már várt volna. Csak hogy tudja, elmegyek, amint rábeszéltem Lindsayt. Nem biztos, hogy ez lehetséges. Elmenni vagy rábeszélni? Most tedd rendbe magad, reggel megbeszéljük. De miért bízak meg önben? Jó egy, Sarah. Isten hozott a Pi Epsilon Deltában. És ne aggódj. Biztonságban vagy. Pornófilmeket gyűjt. Csalt a felvételi vizsgán. Boxertor, nem fecskét. Jó, mi?
Mindig is tudtam ezt, azt csak nem összpontosítottam. De amióta Dr. Hunterrel dolgozunk, sokat fejlődtem. Az alsógatyákra összpontosítasz? Attól függ, mi érdekel. Ő ott. Hetente hívja a mamáját. Attól fél, hogy rossz a lehellete. Ajajajaj, na jó, először is. Nem akartál többé látni, amit teljesen megértek, de szeretném, ha hallanád az én sztorimat is, mielőtt elítélnél. És megmondhattad volna, ahelyett, hogy felgyújtod az egész koleszt. Az nem kóser. Másodszor nem esett bajod? Majd megőrültem, úgy kerestelek mindenhol. Azt hiszem, zaklatott érzelmi állapotban vagyok. Semmi bajom, köszi a kérdést. De először is nem én gyújtogattam. És szemétség, hogy ezt gondolod. Másodszor... Régen cserkész volt. Teljesen őszinte. Fecske? Már elnézést. Másodszor pedig megbocsátom, hogy átmenetileg elvarázsolt a sötétség hercegnője. Hívd fel, a PLD-ben lakom. Jó, majd hívlak a PLD-ben. Ez jól ment. Furcsán, de jól. És még? Tényleg érdekel? Igen. Orvos akar lenni. Macska barát. Még szűz. Most találod ki. Ki tudja, meg lehet. Ez nem egy exakt tudomány. Na és rólam mit tudsz? Nyilván nem túl sokat, mert még mindig itt ülsz. Szereted a kék színt. És nem vagy olyan rémes, mint hiszed. Még valamit? Nem tudom, miért tetted. Azt hittem, te megmondod. Ezt tudtam. Nem rémlik, mi volt előtte, csak utána. A vér, a kórház, a mentő. Talán tényleg csak figyelemre vágytam. Meg kéne szabadulni tőlük. Ideje is. Jót tenne neked az átváltozás. Lindsay, mi történt veled? De bögyös lettél. Nem zizek, ha mész? Ez igen. Atya ég. Mulattatod az olcsó helyeken ülőket. Szép. Mi ez az egész? Alfanős vagyok. Muszáj fenntartanunk az imidzset. Ez nem te vagy. Most már igen. Anya megmondta. Mindenki a hasonlót keresi. Én megtaláltam őket. Látom, te is a tiédet. Ne irigykedj. Neked juthat még hely nálunk. Maga a megtestesült gonosz. És ez nem a valódi hajszíne. Nem félek tőle. Tényleg. Engem a frász tör ki tőle. És nem engem szánt tűzre. Na gyere. Ajánlom, hogy félj tőlem. Rossz egylettag voltál. Ismered a szabályokat. Egy alfanűs nem áll szóba patkányokkal, elefántokkal és dögökkel. Sajnálom. Többé nem fordul elő, de a testvérem. Nem, most már nem. Ő is döntött. Te is döntöttél. Nem bántad meg, ugye? Nem. Jó. De tudod... Eddig nagyon könnyen megúsztad, mert pokoli hét van, és a többi új egyleti tag bizonyította már hűségét, és vécét pucolt, és négy kézláb várta a feladatát. Te viszont... Igazán szomorú lenne, ha végül mégsem jutnál el a beavatásig. Ne, kérlek. Szeretném, hogy beavassatok. Csak mondjátok meg, mit kell tennem. Ezt örömmel hallom. Mert bizonyos áldozatokra feltétlenül szükség lesz. Koncentrálj a könyvekre, összpontosíts arra, hogy elmozdítsd. Az erő megvan benned.
Én próbálom. Ez nem igaz. Sőt, ami még fontosabb, úgy érzem, nem méred fel a helyzet súlyosságát. Nagyon is jól értem a helyzetet. Lindsay az ördöggel paktál, én meg nyulat próbálok varázsolni kalapból. Ha tényleg meg tudnád csinálni, nem aggódnék ennyire. Ki kell mentenünk onnan? Drágám, ő már döntött. Nem tudta, mit cselekszik, nem hagyhatom itt. Nincs olyan hely a földön, ahol nem találnak meg. Az egyetlen reményed a menekülésre, ha átesel a PED beavatásán. Mert csak akkor teljesedhet ki a hatalmad. Hát avassanak be! Mi kell hozzá, vérgyík, farok vagy mi? Mindennek megvan a helye és ideje. Ezeket a rituálékat réges-régen kőbe vésték szó szerint. A szertartásra nem kerülhet sor a telihold felkelte előtt. Miért nem mondhatja simán, hogy péntek? Az örökké valósághoz képest a péntek egy viszonylag új fogalom. De az úgynevezett erőm nélkül az örök gonosz csak úgy megszűnik, és ők eltűnnek, igaz? Aligha. Az alfanők sérülékenyek ugyan, de nem adják fel harc nélkül. Nem tréfáltam, amikor azt mondtam, hogy minden szüzet feláldoznak abban a reményben, hogy fenntarthatják az erőt. Nem tennék meg. Ezek alfanők. Nem létezik olyan, amit nem tennének meg. Sajnos a lányegyleti házsoron vagyunk, úgyhogy a szűz dolog itt elég veszélyes. A legvalószínűbb, hogy megpróbálnak megölni, csak hogy ne legyél velünk. Azt mondta, ismeri anyámat. Találkoztunk, amikor pályázott ide. Egyértelműen ő volt a lány, akire mind vártunk. Majdnem meggyőztem, hogy a PED-be jöjjön, de az alfanő ügyesen kihasználja mások gyengeségeit, hamis ígéretekkel. Nem volt olyan erős, mint reméltem. Nem volt olyan erős, mint te. Értem. De félreértették a jeleket. Mint mindnyájan. Nem ő volt az igazi. Terhes volt, bár csak néhány hetes, ikrekkel, veled, az igazival, kénytelen voltunk várni. Úgy érti, az anyám tudott mindenről, de hagyta, hogy ide jöjjek, még ő hozott ide? Édesanyád nem kívánta volna ezt neked. Akkor nem értem. Anyukádat megölték, miután megszülettetek. Trina Goodwin nem az édesanyátok. Ő az. Hogy érted, hogy nincs itt? Ide hoztam nektek az ajtótok elé. Talán nem ártott volna, ha kicsit vidámabb természettel szállítod. Arról már nem én tehetek. Jó. Majd meglátjuk, a National hogyan vélekedik erről. 18 évvel ezelőtt engem hívtatok, hogy tegyem jóvá a hibádat. A saját kezemmel öltem meg azt a nyomorult lányt a ház érdekében. A fél életem ráment, hogy felneveljem a két visszataszító kölykét szintén a ház számára. És te azt gondolod, hogy egy pillanatig is ölbetett kézzel ülök és nézem, hogy tönkre tegye a házat egy gyáva jelentéktelen senki, aki nem képes összeszedni magát? Érdekelne ehhez, mit szól a National? Hogy van a mamád? Jól. Szobatársam volt. Tudom, kin van a képe a hűtőben. Lindsay nálunk van. 2000 évvel ezelőtt kirakták volna egy sziklára, semmit sem ér. De Charlie-nak jó. Közel állnak egymáshoz. Tudom. Holnap este legyen meg a beavatás. Ki kell ontani az igazi vérét, hogy azután azzal tápláljuk az örök tüzet. Megértettük egymást? Megértettük egymást. Akkor jó. Üdvözlöm a mamádat. Szióka. Le kellett volna rángatnom ide azt a tehenet, és a verembe vetni. Nos, holnap ilyenkor megtehetsz bármit, amit csak akarsz. Erősödik a tűz. Az igazi a közelben van. Hol lehet? Piedés. Eljutunk hozzá?
Gond nélkül, nagyon aggódik a testvére és a fiú miatt. A fiú miatt? Mert szűz még. Azt hiszem, futótűzként terjed a hírünk. Nos, hiba volna, ha nem értékelnénk a tisztaságát. Nálam ezek után elásta magát. Mondtam is neki, hogy engem a továbbiakban nem érdekel. Csak nem gondolta, hogy adok egy ilyen ember véleményére. Örüljön, hogy egyáltalán szóba álltam vele. Beszélnünk kell. Nem! Kérlek. Hagyd már engem békén. Ne haragudj. Ez Lindsay volt? Mert hű, úgy néz ki, hogy... De minden rendben? Akarsz beszélni róla? Nem, semmi baj tényleg. Olvasd csak tovább, oké? Tudod, engem mi szokott feldobni, ha összevesztem a nővéremmel, mert egyik napról a másikra beképzelt liba lett? Csak tippeltem. Na? Fogalmam sincs. A csók? Na, nem a nővéremmel. De komolyan, nem csak úgy kitalálom, benne van a könyvekben, orvosi tény. Az ajkak, az endorfin, van valami kapcsolat közöttük, bár nem tudom pontosan, hogy hogyan működik, de... Igaz? Igen, hallottam már. Igaz. Most tényleg jobb. Ezt most visszaviszem, aztán meghívsz egy kávéra. Ó, és számíthatok további csókokra? Nekem még fájdalmaim vannak. Tényleg. Igen, számíthatsz további csókokra. Azt hiszem, lesz később valami... Azt hiszem, lesz később valami koncert is. Bári, nem ma este van a beavatásod? Nem ma van, amikor a lányegyletek elvégzik azt a... amit a lányegyletek szoktak. Ugye nem bevállalósat játszottatok? Szara! Szara! Fuss! Finn! Mi történt? Finn! Merre vagy? Finn! Finn! Szia, Sara! Itt vigyázni kell. Szörnyű dolgokat hallottam olyanokról, akik eltévedtek és nem jutottak ki. Szűzszagú a lehelleted. A végén még megrontod azt a szegény fiút. Hol van Finn? Mit műveltél vele? Nevezzük csak B-tervnek, jó? Hiba volt elutasítanod minket. Ez nem tetszett. Nekem se tetszik, hogy kivágjátok a szívemet. Oh, de szívesen megtenném most rögtön. Olyan könnyű lenne, és olyan jó érzés. Azt mondanánk, hogy baleset volt, vagyis én mondanám, mert hogy... Te nem élnél. Ugyan, Sara, bár te vagy az igazi, de lássuk be, idősebb vagyok. Anyád nagyot csalódott volna benned. Néha
néhány óra múlva beavatás. Hogy hagyhattad, hogy megszökjön? Erősebb, mint amilyennek tűnik. Te pedig úgy néz ki, sokkal ostobább vagy, mint képzeltem. És hol van most? Honnan a pokolból tudjam? Talán a PLD-ben. Tényleg ostoba vagy. Finn. Lindsay, megijesztesz. Sőt, több okból is. Sarah, nem szabad itt lenned. Elrabolták Finn, segítened kell. Tudom, ez csapda. Már várnak téged. Gyorsan el kell tűnni. Nem lehet. Finn nélkül és nélküled. Nem, én már nem mehetek Lindsay, el. Lindsay, kérlek. Sarah, úgy sajnálom. Igazad volt mindenben. Ez az én hibám. Nem a te hibád, senki se hibás. Figyelj, elmegyünk valahová, ahol nem ismernek minket. Nem lesz baj. Higgy nekem. A pincébe vitték Fint. Tudom az utat. Köszönöm. Ugyan. Ez a jó testvér dolga. Nem? Gyere! Lindsay, ez meg mi? Finn! Várj egy picit. Lindsay, segíts már! Nem lehet. Miért nem? Hát, azért, mert éppen, hogy ez a csapda. Nagyjából ezt akartam mondani. Na, aki lesz az idei újoncok elnöke? Sajnálom, hogy anyátok nem lehet itt, hogy lássam. Figyelj! Esküszöm, fogalmam sincs, hogy mi folyik itt, és nagyon remélem, hogy felébredek, de egyet azért tudok. A démon hercegnőt nem jó felbosszantani. Maradj mögöttem, ki fogunk jutni innen. Jól van! Nem akarok senkit se bántani, de három nővérem van. Így aztán gond nélkül leütök egy lányt. Már ha van mivel leütnöm. Szóval, mit szólsz, Sarah? Már vártunk. Előbb te! Segítek oda bilincselni. Sarah, nagyon furcsán ütközik itt a fantázia és a valóság. Kezdenek kéne valamit a hormonjaiddal. Sokkal egyszerűbb lenne, ha önként áldoznád fel magad. Voltak éppen megtiszteltetés. Azt hiába várod. Meglátjuk. Lindsay! Ha az én nővérem lenne, rég elvágtam volna a torkát. Mégis olyan érzésem van, hogy még mindig odaadnád az életedet az övéért. Eszedbe ne jusson! Na jó. Kezdem férfiatlannak érezni azt a székes dolgot. Megteszem! Ugyan, kit érdekel? Ironikus, de az egyetlen, akit az megvághat. Te vagy. Hiszem vérzek. Azt mondtad, engem nem vághat meg. Sarah, gyere! Menjünk! Ne, Lindsay! Sarah! Egy lépést se tovább. Kérlek, ne bántsd! Megígérted, hogy nem bántod. Hogy ellenkeznék az igazival? Mi történt? Lindsay! Sarah! Lindsay! Sarah! Gyere, ki kell jutni innen! Gyere! Nem én vagyok az igazi. Ez lehetetlen. Ó, most ne törd ezen a szép kis fejecskédet, mert most felkészítünk a beavatásra. Sarah!
Mondd meg, mi az ördög ez az egész? És ha csak egy álom, ébresz fel, vagy vedd le a felsődet! Finn, vissza kell menned a koleszba, egyedül kell elintéznem. A nővérem élete a tét. Nem. De hát Lindsay nem lehet az igazi. Az lehetetlen. De attól tartok, igaz. Egészen zseniális, ha meggondolod. Az igazi erőt épp az ikerpár védtelenebb tagjába rejteni. Lindsay tényleg tökéletes hordozó. Nem túl egyértelmű, nem túl feltűnő. Na de a jelek egytől egyik Sarah-ra utaltak. Mindenki így látta, nem csak én. Bár téged bíztak meg a feladattal, hogy figyeld őket. És értelmezd mindent. De szerencsére megtudtuk, mielőtt késő lett volna. Persze feltéve, hogy nem veszítitek el őt is. Nem. Nem, biztonságosan elzártuk. Azért én értékelem a helyzet iróniáját. Végtére is Lindsay nem tett semmi olyat a szánalmas kis életében, ami arra utalhatott volna, hogy a jövőnk csörgedezik az ereiben. Miközben Sarah ereje olyan nyilvánvaló volt. Én abban látok iróniát. Hogy az elmúlt 18 évben mindvégig a másik lány vérét csapoltad. Minden egyes cseppjét megérdemeltem. Szegény Sarah meg eddig abban a hitben élt, hogy meg akarta ölni magát. Ha nem gyűlölném annyira, szinte megsajnálnám. Fogadok, hogy a varázslatok, amikhez kellett a vére, sokkal jobban működtek volna, ha a megfelelő lányt használod. Késő bánat, ebb gondolat, ahogy mondani szokás. Most már tényleg mennem kell. Kezdődik a... Ülj le! Beszéltem a National-lel. Szeretnék, ha tudatnám veled, hogy nem tartanak igényt a szolgálataidra. És szeretnének visszakapni minden csepp vért, amit csak elloptál. Ez nevetséges. Nem is ő az igazi, és nem sok az a vér. Szerencsé. Lányok, hogyha meg akartok félemlíteni engem, ahhoz jobb eszköz kell. Ez a kés nem árthat nekem, ha csak... nem maradt rajta az igazi friss vére. Mert akkor persze akármit elvág. Úgy sem ered. Legalább nem veszett kárba az egész nap. Biztos elégedett, hogy ide-oda lögdös lelkeket ezer éven át, de én nem. Ennek véget vetek. Megállítjuk. Mi az, hogy nem tehet semmit? Nem mondtam. Vita kiszállnál a gondolataimból. Bocsánat, de most már nem tudok nem beleolvasni. Meg fogják ölni. Tudom. Sajnálom. Komolyan mondja. Nem hisz magának. Lindsay után megy, ha segít neki, ha nem. Vita. Vita. Sarah. Kevesebb, mint egy óra van hátra a beavatásig. Engem nem érdekel a beavatás! Csak egy dolog érdekel! De érdekeljen! Ha beavatunk, a teljes erőd a birtokodba jut. Csak akkor tudod legyőzni a testvériség egyesített erőit. Máskülönben nem mentheted meg Lindsayt. Jó, hozzák a fehér ruhákat. Jól van, lányok! Igyekezzünk! Nincs vesztegetni való időnk. Falasz nekem! El kell mennem Finnhez. Finnhez? Mit mondasz neki? Hogy csak is így lehet biztonságban. Biztos elfogadja a magyarázatot. Úristen, Sarah, van fogalmad? De komolyan, most tényleg... Ne dumálj, nincs sok időnk. De mire? Vigyázz magadra, jó?
Elfogadom az adottságot, amellyel a földanya felruházott. Ígérem, hogy óvom és védem őt, ahogy ő óv és véd engem. Felajánlom életem az örök lángnak, és meghajlok hatalma előtt. Tanítványait nővéremnek nevezem, és soha nem árulom el őket és hitüket. Miatta vagyok az, aki vagyok, és önként elfogadom, és teljesítem feladataimat. Esküt teszek az Alfa Nő Gammának. Elfogadom nővéreimet. Küldetésüket. Egész életemben leszek a Pi Epsilon Deltához és tagjaihoz. Alfa nő vagyok. Ettől a pillanattól, az idők végéig. Spiritus Laus Tibi Sit. A tűz az erő. Menj! De az örök lány... Elhasztik, ha nem állítod meg őket! Gyerünk! 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 Gyorsan innen! Fel a lépcsőn! Gyorsan! Gyere! Gyorsan! Siess már, menjünk már! Gyere! Le kell vennünk az igazi vérét és azt örök lánynak adni. Aki a nővéremmel szórakozik, az nem ússza meg! Szere! Tudom, semmi baj. Semmi baj. Te tényleg nem tudod, kivel állsz szemben? A tűz haldoklik, ahogy te is! Az egyetlen, aki itt ma meghal, az te vagy.
Valószínűleg az a kés nem segít rajtam. Ha csak nem csöpög róla a saját véred. A fiúd jól mondta. Ne bosszantsd a démont. De hogyan? Ahogy javasolta. Szükség lesz áldozatra. Pokorajc! Ugye rendbe jön? Erősebb, mint amilyennek tűnik. Mégiscsak ő az igazi. Sarah. Sietek vissza. Hová mész? Megkeresni a többit. Sarah, vége van. Nem. Ez csak a kezdet. Hogy sose tudni, mikor lobban fel újra. Magyar hangok. Vadász Bea, Tompos Kátya, Mezei Kitti, Pálmai Anna, Köves Dóra, Tompa Ádám, Nárai Erika, Farkasinszki Edit, Csondor Kata, Sánta Anna Mária, Csúja Fanni, Csuha Bori, Szabó Zselyke, Gyürki Laura, Barát István. Magyar szöveg Faludi Katalin, hangmérnök Csomár Zoltán. Gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Aprics László. A szinkront a Cinemax megbízásából az HBO készítette. Produkciós vezető Végödön.